Hát akkor sziasztok, mai nap. Végig sikerült a szállást elfoglalni. Egyébként a Napfény vendégházban vagyok. Igazából éjszakánként 5000 forintért. És egyébként egy egész konszolidált, nagyon jó szoba lett, de már mindjárt csinálok egy roomtourt, megmutatom, hogy éppen, hogy csak megérkeztem, meg a adminisztrációt éppen, hogy elvégeztük, és most már csinálunk egy roomtourt. Hogy első emeleten vagyok. És akkor így néz ki a szoba. Van egy kis asztal. Hát most én bementem az első boltba, és egy kicsit bevásároltam. Hát most vettem egy kólát, meg két kozelt, az még ma el fog fogyni, szerintem live-ozni is fogok. Itt van egy TV, meg egy set-top box, ez az, amit nem fogok használni. De ha nem lesz elég konnektor, legalább lesz mit kihúzni. És van wifi, látjátok. Jó. Hát cenzúra, hogy a wifi jelszót nem mutatjuk meg. Ahhoz itt kell megszállni, hogy tud, de egyébként ott is van két konnektor, meg ez egy három ágyas szoba, úgyhogy hát van egy ilyen nagy duplány, tehát legalább el fogok férni. Hát más szoba már nem volt, úgyhogy ilyet adtak, viszont ezt így egyedül foglaltam el, úgyhogy ez most csak az enyém lesz. És itt a vizes blokk. Hát, WC, van WC papír, ugye törölközőt adtak, tusfürdőt meghoztam. Úgyhogy itt. Tehát ennyi zuhanyzó WC, tükör. És egyébként eredményes egy nap volt, mert három vasvilla is kim volt. Automatikus, na igen, a kamera ezt időként ki szokta írni, hogy automatikus beállítás, majd felvétel készítés, és akkor erre azt mondom, hogy nem, vagy hogy ki, meg kiírom a mixer. Nem tudom, ezt nézni, néha ki szokta ezt így adni, de a felvétel nem szakadt meg emiatt, úgyhogy ilyenőre nem foglalkozok vele, de majd akitől megvettem, majd megkérdezem, hogy ez mi akar lenni, és mire véljem ezt. De egyébként működik a kamera, tehát ez már a sokadik éles bevetése volt, és eddig nem hagyott csertben, nem értek, most se fog, egyébként ezt is az új kamerával veszem föl. Hát most látjátok, éppen csak kivakoltam, tehát ja, meg hát ugye jó, hogy három ágy van, mert lesz egy rumbli ágyam is, tehát igazából a roomtourból most rumbli tour is lesz egyben. Látjátok, itt van. Roomtour, rumbli tour, és akkor hát itt vannak szekrények, de szerintem ez érzés ilyen bepakolós. Nem hiszem, hogy van minibár vagy hűtő. Bár az maximum arra jó, hogy hidegen tartsa a söreimet. Hopp, ez mi? Jó, ja, lámpagúra. Hát mindegy, visszateszem oda, ahol volt. Nekem ez most nem kell. Ja, itt van még egy ruhafogas, de el sem fogom használni, minek. Van egy rumlis ágyam, és akkor arra mindent rá lehet dobálni. Esetleg a kilátást még megmutatom. Aha, a csipkefüggöny. Ha esetleg Hamilton erre jár, akkor tudja, amiben öltözködni. Vagy ha le kell takarni a tévét, akkor legyen kéznél csipke. Aha. Szemben van egy ilyen botanikus, hogy egy üvegház, mint a növényeket növesztenek benne. Hát ezt most jól megaszontam, de ennyi látszik. Hát, majd megmutatom nektek nappal is, mert ugye most... Sőt, egyébként az árkád nincs olyan messze, kérdem két villamos megálló, de egyébként a négyes villamos, az pont itt van a sarkon, és van a sarkon egy dohánybolt még. De az majd holnap lesz, mert mára már úgymond bevásároltam, meg ugye kaját is rendeltem, ugye Foodpandától. Igazából kiválasztottam egyet aztán onnan. Aztán remélkedek, hogy olyan lesz, amivel jól is lakok. És akkor mára ez már le tudva. Egyébként van itt egy ventilátor is, ami így feszpörög, és kérdés, hogy ezt meghúzom, lekapcsol a pilács, és elvileg ezzel kéne kikapcsolni a ventilátort. Aha, szerintétek, hát... Bár én azt se bánom, befolog, engem nem zavar. Most töltöm a mai videókat, ezt a roomtourt, ezt így gyorsan megvágom, és ezt kidobom nektek, aztán szerintem... Ja, mára bennyi. Hát most még lehet, hogy csinálok egy live-ot, még meg egy videóvágást.